Szombat reggel, 7 óra van. Ez a ritka időpontok egyike, amikor nagyon kellemes idő van. Napközben jellemzően 35, de van, amikor inkább 40 Celsius fok körül van a hőmérséklet. 5 perc séta, és a hotelből megérkezünk a paddockba. A reggeli mérlegelésre várnak a fiúk. Egyértelmű, hogy melyik autó néz ki a legjobban. Kezdeti benyomások abszolút pozitíva. Érzelmi kötődés csak időkérdés, amíg ki fog majd alakulni. Chevrolet biztos, hogy nagy ellenfél lesz. Elsősorban a motornak köszönhetően. A pilóta felállásuk erős. A legnagyobb durranás az mégis a Citroen érkezése. Nagyon nehéz őket megfogni. És nem csak új belépők vannak a bajnokságban, hanem a szabályok is változtak. Időmérő most már nem 2, hanem 3 szakaszból fog állni. A harmadik szakaszban pedig a leggyorsabb 5 versenyző teljesít külön-külön egy mértkört. És ennek a mértkörnek az alapján döntik el, hogy az elsőt az milyen sorrendben áll föl. A második fő változás a futamokat érinti, az első futamot elsősorban. Ott ugyanis a repülőrajt helyett álló rajttal indulunk. Én úgy érzem, hogy komolyodott a bajnokság, és ez nagyon fontos.